Ez a kuka biztosan a helyén marad, másik 3000-et viszont leszerel Budapesten az FKF. Azt mondják, spórolniuk kell, mert a kormányzati elvonások miatt a tervezetnél kevesebb pénzt kapnak a fővárosi önkormányzattól. A kukák egy részének leszerelésével elsősorban üzemanyag költségük csökken, elbocsátani senkit sem akarnak. Próbáljuk úgy szervezni a munkát, és találni olyan feladatokat, ahol minden munkatársat lehetőség szerint meg tudunk tartani. Nyilván egy nagy cégben van fluktuáció, de csoportos létszám leépítésre egyáltalán nem készül az FKF. Még december végén készültek ezek a felvételek. Az ellenzéki vezetésű nagyvárosokban lekapcsolták a díszvilágítást egy időre. Így tiltakoztak az ellen, hogy a járványhelyzetre hivatkozva a kormány idén a felére csökkenti az önkormányzatoknak járó iparűzési adót. Budapest emiatt a városvezetés számítása szerint 15-20 milliárd forinttól esik el. Novemberre a végére érünk a pénzünknek. A közösségi közlekedésből származó bevételek a harmadára estek vissza, a szolidaritási hozzájárulás viszont több mint háromszorosára nőtt Budapesten a korábbi évekhez képest, mondja Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Emiatt szerinte közszolgáltatások szűnhetnek meg ősszel, és csődbe mehet a főváros. Akár ad abszurdum, nem tudnának a cégeink, hogy nem tudna a hivatal béreket fizetni. Nyilván nem akarjuk, hogy ez történjen, és elképzelhetetlennek tartom, hogy az ország GDP-nek 37%-át termelő főváros esetében kormány megmerné tenni ezt a lépést. A kormány korábban kompenzációt ígért az önkormányzatoknak. Nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, közös érdek az, hogy az önkormányzatok működőképessége is biztosított legyen. A kis településeknek automatikusan jár a kompenzáció, a 25 ezer főnél nagyobb településekkel pedig egyenként állapodnak meg, ígérte a miniszterelnök is. Budapesten még nem tárgyaltak. Közben a fővárosi Fidesz frakció azt közölte, hogy a jelenlegi járványhelyzetben szerintük rossz irány a megszokott alapvető szolgáltatások színvonalának csökkentése. A kormány szerint a fővárosnak van pénze, és idézem, a városvezetés csak panaszkodik, magyarázkodik, kifogásokat keres.